Sziasztok! 2022. szeptember 30-a péntek, 9 óra 10 perc, és egy fakultatív útra sietek. 9 óra 20-kor van a találka az orvosi rendelő és a Citon Travel előtt. Ott a mai célpontunk, az Athosz félsziget. Kirá nem köthetünk, mert ez egy teljesen különálló, független kolostor köztársaság. A belépést börtönbüntetéssel sújtják. Nagyon komolyan veszik a dolgot, tehát nem lehet csak úgy hajót bérelni, azt átmenni, úszni egyet. Ez meg se forduljon a fejünkben. Tehát odahajózunk a szigethez, megnézzük az oldalát. 20 működő lakott kolostor van, ortodox papok, ugye az ortodox vallás egyik legfőbb központja ez a sziget. Ugye a nevét az Athosz hegyről kapta, más néven Szenthegy, magassága 2033 méter, és az ókorban a területet, ezt a félszigetet Akténak nevezték. Na hát, ezeket olvastam a Wikipédiába gyorsan. Oda fogunk most szóval tartani. Remélem a köd az föl fog szállni, hogy amikor a félsziget partja mellett hajózunk a nyugati oldalán, láthassunk valamit a kolostorokból. Na, még van egy 5 percem, hogy odaérjek. Van még egy fontos dolog, amiről nem beszéltem. Ezt most mondom, mert a hajón szerintem nem fog hallatszani a zene miatt. Tehát nők nem léphetnek eleve a félsziget területére. Habár vannak kivételek, amik meg voltak torolva, de volt olyan érdekesség is, hogy a 14. században egy szerb cár a Pestis elől ide menekítette a feleségét, és ugye mivel nő nem teheti lábát a szigetre, ezért végig szekéren kellett maradnia. Tehát, hogyha elég gazdag vagy és befolyásos, ezt is meg lehet oldani. Most vagyok a játszótér mellett, és közvetlenül itt a bal oldalán, szemben, ott a gyülekező pont. Már vannak. Hű, de pontos vagyok. Meg is érkeztem a Citon Travel és az orvosi rendelő sarkához. Mindig innen indulnak az IBUSZ-nak a fakultatív kirándulásai. Most van 9 óra 35 perc. Megérkeztünk Szártinak a kikötőjéhez. Ugye ez nem a hullámtörős, az ott van a távolban. És itt vár minket a hajónk. És a hajónk most is Katerina Anestis, ugyanaz, mint hétfőn volt. Jöttünk a távolban, Szárti, most hagyjuk el.
szerzeteseknek csak egy része lakik a nagy kolostorokban. A többiek különböző elnevezésű, kisebb településeken, remete lakókban, vagy nehezen megközelíthető barlangokban élnek. Akadnak olyanok is, akik faodvakba húzódva, csontvázás soványodba vívják testi-lelki harcukat. És hogy egy kicsit jobban megértsük Athosz működését, elmondok pár településformát, illetve lakóhelyformát, amikben élnek itt a szerzetesek. Az első ezek közül a skiti, ami külsőleg kis falvakra emlékeztet, a szerzetesek házai, ahol ketten-hárman élnek együtt. Ezek szétszórtan épültek a központi templom, a Kiriakon köré. Van olyan skiti, amely városhoz hasonló épületformájával szinte semmiben sem különbözik a kolostoroktól. A Kellion a latin cellából ered a neve. Nagy tágas épület kápolnával, melyet hárman laknak. A szerzetesek az épületet a kolostortól kapják, és mezőgazdasági munkával kiegészítésként, mert nem tudtam időbe bekapcsolni a kamerát, mondta az idegenvezető hölgy, ugye, hogy tilos a hölgyeknek, nőknek belépése a kolostor területére, a Félsziget területére, és ezt annyira komolyan veszik, hogy nőnemű állatok sem lehetnek ott, a tyúkokat, illetve a macskát kivéve. Egy, mint egy piramis magasodik előtt. Tetején áll a metamorfózis kápolna. Említettem már, hogy a hegyen 20 kolostor működik, és hát nagyjából 2-3 ezer szerzetes él ott jelenleg. A 20 kolostorból 8 a keleti oldalon, 4 fenn, 8 pedig a nyugati oldalon található, és ezt a 8-at fogjuk most megtekinteni, nagyjából 4-500 méterre haladva a parton. Velünk szemben az Anna skitit látjuk, mely a 17. században épült. Ez a hegy legrégebbi és legnagyobb skitije. 80 házból áll és 100 szerzetes lakja. Ez a hegy szellemi műhelye is, ahol jelentős történelmi és teológiai művek készülnek. Tőle balra a Neaszkítit látjuk, az új skitit, mely 40 házból áll és körülbelül 60 szerzetes lakja. Acea parte abruptă în grotele de acolo stau asceții, călugării sunt curate, zona se numește Carulia, de ce? Aceștia lasă pe niște scripeți cu... Kolostortól itt szembe kicsit, hogyha följebb nézzünk a hegyen, balra azon a részen, itt egy ilyen mezőgazdasági terület van olajfákkal, és mint a fólia sátrakat is látnék, legalábbis a vázát. Erre az útra a rafkósabb távcsövet hoztak magukkal, és igazuk van. Jobban szemügyre lehet venni a kolostorokat így.
Hát még a színházi kukker is oké, de láttam vadásztávcsövet is. Sem láttam szerzeteseket, papokat. Idegen vezetőnk éppen most mondta, hogy napi 100 ember látogatása engedélyezett a szigeten. 100 darab hívő ortodox zarándok, illetve 10 darab nem hívő férfi léphet csak be a szigetre, de nekik is jól le kell papírozni az egészet. És előttünk, ha minden igaz, ez Daphne, ahol a hajó kikötött. Itt csak szerzetesek dolgoznak a szigetnek ezen a pontján, de van egy olyan hely is, ahol civilek vannak.
majd kikötünk egy kis szigeten, aminek Amoriani a neve. Itt lehet majd vásárolni a szerzetesek által gyártott különféle szuvenyíreket és egyéb dolgokat. És előttünk pár kilométerre Amoriani szigete, itt fogunk kikötni. Nos, lassan megérkezünk Uranopolishoz, ami ugye a határváros. Itt, hogyha kicsikét kinéztek, kicsit hátrafele jobb oldalt, akkor láttak egy ilyen piros tetejű házat, illetve egy picikét mellette, és fölötte egy ilyen fal szakasz, falrész, hát az a szimbolikus határ tulajdonképpen az a fal. De innentől kifelé már ugye civilek laknak, ez itt bal, tehát attól a faltól balra, hogy itt haladunk előre fele, az már Uranopolis, ez a határváros. Ugye Urano égpolis város, tehát égi város, kapu az ég, az az Athosz felé. A falut az 1720-as években alakították a Kis-Ázsiából érkező menekültek. Nevezetesség az 1344-ben készült foszforion őrtoron, ami kolostori építészet is tímus. Egykor másik négy toron is állt ki. Ennek a toronynak a legfelső szintjén kápolna működött. Ma a Halkidiki félsziget legmagasabb és legjobb állapotú farja. Lassan közeledünk Amoriani kikötőjéhez. Ez a környék egyetlen lakott szigete, és itt mindenki kedvére találhat elfoglaltságot, majd hogyha kikötöttünk, lehet strandolni, szuvenyírboltot felkeresni, vagy egy jó éttermet. 3:20-kor fogunk visszaindulni, és nagyon fontos, hogy amikor felszállunk, a piros húsért ne dobjuk el, mert ezzel lehet majd csak visszaszállni a hajóra. Teljesen vissza is vettük a motorról a nyomatékot, már csak suhanunk befele a kikötőbe. Ezennel most földet értünk, innen most nyílik egy 1 óra 20 perces programunk. A hajónk addig itt vár minket a kikötőben. A vízszíne a megszokott varázslatos. Ez itt a kikötő rész, távolban Athosz magas csúcsa. 2033 méterrel ott magasodik, és ott jöttünk végig el alatta a nyugati oldalán,
hajónk itt parkol, tenger kristálytiszta, itt is az a sárga homok, de itt azért vannak nagyobb kavicsok is, és fölöttünk a település házai. Ha jól emlékszem, azt mondta az idegenvezetőnk, hogy 600 fő lakja nagyjából ezt a települést, és itt rögtön balra egy étterem mellettem. Virágok festékes dobozokban, ez ám a jó újrahasznosítás. Mindenütt virágok gazdagon, vagy futtatva, vagy cserébe rakva. És itt van egy kis főtér a szigeten, szemben a templommal. Milyen csendes, sehol senki. Lent a kikötő. Étterem itt is. Parkol egy hajó a ház mellett. És akkor menjünk a templom felé. A templom mellett van valami régi épület, és lezárva. A templommal sajnos nem volt szerencsénk, zárva van. Harangláb mellett van egy kis kápolna. Gyere, bekukkantok. A harangtorony, és itt is egy kikötő, de újra lemegyünk a tengerhez. Növények gazdagon mindkét oldalon, a legkisebb háznál is végig virágosak az erkélyek a kerítés mellett. A Görögországra jellemző kis pick-up. Babérlevelűek, ez is egy citromfa, oda nézzetek, ott a sárga citrom rajta, ezek még itt zöldek. Itt is ez a dúsvirágú mediterrán növény, ez a kedvencem. Sirályám nem szívbajos, bejön egész idáig. Érkezünk a kikötőhöz. Hú, mekkora hajó van ott, egy három árbócos. Olyan, mint a kalózhajó lenne. Ez már kalózhajó, gyerekek. Ez nem kis darab. Hát körülbelül 2,5-szer akkora, mint a miénk. A 2-szer minimum van. Egyik hajó megy, másik hajó jön. Itt a következő versenyző.
áll be parkolni. És itt van szemben ez a szuvenírbolt, amiről beszélt az idegenvezető, Prikonissos. Elveg itt találhatóak a szerzetesek által készített kegytárgyak, szuvenírek, amik megvásárolhatók. És egy kis utcakép lefelé a tengerhez. Érkezünk lassan a tengerhez. És szemben itt vár ránk a hajónk. És gyerekek, miért itt is? Hiába van meleg, hiába van szeptember vége, a csipkebogyó. Most látom először a szigeten. Lassan fél négy, hagyjuk el a szigetet. És hazafelé egy kicsit máshol megyünk. Ugye itt jöttünk be az öbölbe a szigethez. Visszafele viszont Szitónia felé megyünk.
hozzá közelebb lévő oldalon. Hajóúttal idén le is zárult a szezon számtét. Legközelebb jövőre indulnak ezek a turista hajók. 5 perc múlva lesz 5:30. Nagyjából 2 óra volt az út ide Ámoljani kikötőjéből. Úgyhogy tévedtem, nem 2 órakor jövünk vissza, hanem 5:30-kor. De szuper út volt ez is. Hát akkor a búcsú a hajótól. Viszlát, Katerina Anestis. Remélem találkozunk legközelebb is. Klassz út volt. És újra itt vagyok Szárti kilátópontjánál, kis kápolnánál. Köszönjük a jó időt. Csertessék. Csodaszép idő volt ma is. Behajóztuk Athosnak ugye a nyugati oldalát, elmentünk arra Ammoljániig, és itt jöttünk vissza. Előttünk délre pedig itt fekszik Szárti. Hiába Szárti hamisítatlan. Csodás. Most van este 3:45, visszajöttem le a tengerhez, és gyorsan elpörgött ez a nap, ahogyan az egész hét is. Sajnos holnap már jön a hazaindulás, de minden esetre ez a mai Athos hajóutas kirándulás nekem szintén nagyon tetszett. Kicsit én még bemegyek a tengerbe, és majd lassan el is búcsúzom tőletek. Köszönöm, aki ismét velem tartott, és akkor jön még pár felvétel, és találkozunk holnap. Ciao mindenkinek, sziasztok!